Ügyességet, gyorsaságot és kellő odafigyelést, azaz fejleszthető készségeket igényelt a Petneházi szigeti tanyán kialakított akadálypálya. A feladatokat a vármegyében élő csaknem 200 fiatal teljesítette integrációs sportnap keretében. Az eseményen fogyatékossággal élő gyermekek nevelésével is foglalkozó intézmények, egészséges és sérült gyermekei vettek részt közösen. Ez az akadály tréning, illetve az akadály versenyeztetés arra azt szimbolizálná, hogy nagyon sok akadályon meg lehet küzdeni egyedül is. Van, aki ugye párban jobban tud menni, van, aki párban jobban tud érvényesülni, de vannak egyéni futamok is, amiket rendezünk, és akkor így az egyéni futamokon keresztül, tehát saját magával meg tud harcolni, és az akadályokat le tudja küzdeni, és ami ugye még ennek a csodálatos része ennek a mai napnak, hogy itt sérült gyerekek és épp gyerekek egymás mellett, kéz a kézben, válvetve mennek végig egy akadálypályán, ami gyakorlatilag az életet is szimbolizálja. Van, akinek picivel több jut, van, akinek kevesebb jut, és így ugye nagyon-nagyon jó kiletkezés, láthatóan élvezik a gyerekek. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Diák Sport és Szabadidő Egyesület, valamint a megyei Fogyatékos Sportolók Szövetség által rendezett sportnap az érzékenyítésre, azaz a fogyatékossággal élők társadalomba való integrálásának fontosságára hívta fel a figyelmet. A programra Máté Szalkáról, Ópáiból, Nyírbátorból, Nyírturáról és Pócs Petriből érkeztek gyerekek. A Diáksport Egyesület alapvető fontosságúnak tartja azt, hogy a sportot népszerűsítse a diákság, a gyerekek minden szegmensében. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ne csak épp gyerekek számára, hanem fogyatékos gyermekek számára is szervezzünk rendezvényeket. Ezekre a rendezvényekre mindig közös szervezésben kerül sor a Megyei Fogyatékos Sportolók Szövetségével. Ezt azért tartjuk nagyon fontosnak, mert tulajdonképpen egyenlőnek tekintjük a gyerekeket. Ők ezeken a rendezvényeken meg tudják mutatni az ő erősségeiket, tehetségüket, tudnak fejlődni úgy személyükben, mint közösségekben. Nagyon fontos az, hogy tulajdonképpen nem csak egy helyen, hanem együtt sportolnak ezek a gyerekek. Ez a rendezvény tökéletes példája volt arra, több településről érkeztek ide a résztvevők. Az integrált sportnapon vesztesek nem voltak, minden résztvevőt éremmel díjaztak a szervezők. Az eseményt a Nemzeti Együttműködési Alap, a Miniszterelnökség és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT támogatásával rendezték meg Petneházán.